A zöld hulladékot idén már ne tegyük a kapu elé. November végétől ugyanis a barna tárolókat nem üríti a hulladékkezelő. Az évvégi hajrá azonban hamarosan beindul. Az ünnepek közelettével nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű szemetet termel a lakosság. Átlagos évben akár kétszerese is lehet a hulladék mennyisége, ugye térfogatról beszélünk, karácsonyi dobozok, csomagolópapírok, ezúton is szeretnék mindenkit megkérni, hogy lehetőség szerint ezeket a papírdobozokat a szelektív hulladékgyűjtőkben rakják, és minél kisebb térfogatra összegyűrve, laposra lapítva. A hulladékszállítást csak munkanapokon végzi a cég, ez alól a karácsony, az év első napja, valamint a húsvét a kivétel. Idén december 26-a hétfőre esik, ezért a hétfői körzetekből 24-én szombaton ürítik ki a tárolókat. December 31-e és január 1-e éppen hétvégére esik, ezért ezeket a napokat nem érinti az átütemezés. A megyénkben működő mindhárom hulladékudvar december 24-én és 31-én délig tartanak majd nyitva. Január 6-án ismét Ültess egy karácsonyfát akciót hirdet a cég. Ez az év lesz már a harmadik, amikor ezt az akciót meghirdetjük. Ugye 23. január 6-án vízkeresztet követően az emberek leszedik a karácsonyfát. Mi ebben az évben is szeretnénk abban közreműködni, hogy a hulladék udvarainkba behozott töves fenyőket a nyírvévővel együttműködve következő éven elültessük, és egy karácsonyfa, fenyőfa ligetben kapjanak ezek a fák lehetőséget a továbbfejlődésre. A 2023-ra vonatkozó hulladékszállítási naptárakat sokan már kézhez kapták. Akikhez még nem jutott el, azoknak december végéig postázzák. Az elszállítási információk az EAK honlapján is olvashatók. Mindenkit bátorítok a honlapunk használatára, ahol településre vagy akár körzetre, utcára lebontva is megtalálja az adott időszakra vonatkozó hulladékgyűjtési naptárat, és abból napra készen tájékozódhat. Van még egy fontos adminisztrációs feladat, ez jövő év elejére. A negyedik negyedéves számlákkal, tehát 23 év elején fogja mindenki megkapni a 2023-as évre vonatkozó matricát. Ez a matrica igazolja, hogy ő jogosultan vesz részt a hulladék közszolgáltatásban, regisztrált ügyfelünk. Ezt szépen neki fel kell ragasztania az általa használt kukára, hulladékgyűjtő edényre. A cég arra hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben ez a matrica nincs felragasztva a hulladékgyűjtő edényre, akkor azokat külön ellenőrzi majd a társaság.